Alapesetben az alapszakasz utolsó fordulójában már egy ismerős ellenféllel találkozik egy csapat, a Nyíregyháza Blue Sharks azonban ismeretlen riválishoz utazik szombaton. A két együttes elsőkörös találkozója ugyanis elmaradt, mivel a nagykörösi solymok a mérkőzés napján jelezték, hogy nem utaznak el Nyíregyházára. A szövetség a hazaiak javára ítélte meg a meccs két pontját, és megbüntette a kőrösieket. Ez szült némi feszültséget a solymoknál, így a kékcápák minden bizonnyal egy alaposan feltüzelt ellenféllel találják szemben magukat szombaton. Természetesen a győzelemért megyünk, hiszen abban az esetben, ha győzünk, akkor még van esélyünk a második helyre. Ehhez természetesen a MEAC-nak is meg kell botlani a Hódmezővásárhelyen, de úgy gondolom, hogy a Hódmezővásárhelyi jó csapat ezt a múlt héten bizonyította itt nálunk is, és hazai pályán mindenféleképpen veszélyes lehet a MEAC-ra. A nagykörösi mérkőzésre ugye egy kicsit speciálisabban kell készülni, pontosan ezen okoknál fogva, ami történt az első találkozóval kapcsolatosan. Ők úgy gondolják, hogy a mi hibánkból hiúsult meg az a bizonyos mérkőzés, de gondolom, hogy bizonyítani szeretnék ezért is, hogy ők jó csapat, és hogy veszélyesek ránk, de természetesen mi azt szeretnénk bebizonyítani, hogy ez nem így van. A tabellát tekintve a harmadik helyen álló nyíregyháziak a mérkőzés esélyesei a hetedik helyezett nagykörössel szemben. Ráadásul a kékcápák az utolsó 8 bajnoki meccsüket megnyerték, legutóbb hosszabbítás után verték a Hódmezővásárhelyt Nagy Krisztiánék. Ez növeli a játékosok önbizalmát, és én úgy érzem, hogy nem csak az önbizalmunkat növelte, hanem a csapatnak az összhangját is. Nagyon jó a kémia most a játékosok között, úgy érzem, hogy összeért a csapat, és mindenki megtalálta a helyét. Természetesen egy ilyen széria csak jót hozhat ki a csapatból, úgyhogy remélem, hogy nyerni fogunk nagykörösen. Az alapszakasz zárófordulójának további párosítása a következő: Debrecen Békés, Salgótarján MAFC 2, Eger Tiszaújváros, Budapesti Honvéd Óbudai Kaszások és Hódmezővásárhely Miskolc.